Sziasztok, Albino vagyok, és egy újabb saját módos sorozatom, illetve egy újabb rész a saját magam által összerakott sorozatból. Kezdeném azzal, hogy fogtam egy koboldot, és beállítottam dolgozni. Nekem már kibányászott egy egész nagy részt. Már nem mondtam neki, hogy ekkora, vagy itt mindegy, ez itt bányászik nekem. De miért kellett ez nekem? Azért, mert elvileg ezzel lehetne üzletelni, de én nem tudtam. Na mi van? Kell a csákányú? Na jó, tessék. Visszakapod. Üzletelni valahogy lehetne velük, de én nem tudok. És így befogtam ide, hogy dolgozzon egy bányászon nekem, és időnként dobni fog koboldit, dustot, ami kell a Witcheri módhoz majd. Ugye előző részben a Witcheri mód volt, valami elég szép rész kiásott itt, de mindegy, hadd dolgozzon. Na, alszunk egyet. És megmutatom, hogy mit sikerült csinálnom. Ugye előző részben, ha jól emlékszem, meg akartam csinálni valamit, de nem jött össze. Azóta igen szép újítást csináltam. Ugye itt az oltárom. Próbálgattam. Na, persze, hogy meggyulladok. Azóta egy pár dolog, a legfőbb, egy új oltárt csináltam egy új helyen. Látjátok, megcsináltam a köröket, megcsináltam az oltáron a cuccokat, raktam a sima skeleton fej helyett Wither skeleton fejet, és megtöltöttem a Karlikot. Ugye múltkor nem tudtam megcsinálni, mert nem tudom miért, nem engedte. Azóta raktam ide is egy Witch Cauldront. Itt is van kettő, és itt változatlanak a dolgok. Csak az volt a baj, hogy ugye itt elkezdtem főzni azt a főzetet, nem főtt meg. Nem tudtam, mennyi energia kell, és mint utólag kiderült 7000. Mert most már a kisebbik, meg két oltárom is van, a kisebbik már 9000 fölött termel, a nagyobbik pedig már 10000 fölött termel ilyen energiát. Telepakoltam növényekkel, az összes vicsős növény itt van. Az Alder, a Dark Oak az nem biztos, nem az Minecraftos. Szóval az Alderwood, Rowanwood, Hafthornwood, és azt hiszem ennyi. Illetve még egy növény van, de nem tudom melyik. Na, szóval sikerült megcsinálnom azt a főzetet. Mindjárt meg is nézem, melyik az. Miért nem jó? Így. Na, szóval ezt a főzetet kellett megcsinálnom, ugye ehhez kellettek ezek a cuccok. És ez a drop of luck, amit nem tudtam megcsinálni, egyet csináltam, utána csináltam még egyet, mert kellett, ugye? És amint kész voltak, ezeket az alapanyagokat itt, ebbe a kettlébe, ugyanúgy, mint a cauldronba, bele kell dobálni, és... Nincs, hol van? Itt van, és kis gas butlerbe ki szedegetni, és akkor lesz belőle. Meg az, amit szeretnénk. Na de a mai részben mit is csináljak, nem tudom, mert nem készültem igazán fel. Úgyhogy meglátjuk, mit tudunk még itt a Witcheri módban létrehozni. Ugye most be van állítva, igen, három fa van a Witcheri módban, és ez mi? Igen, ehhez kell, látjátok, koboldit, iron, ingot, és ezt nem tudom megcsinálni, mert ennek nincs receptje. Ez. Ez csak a koboldoktól lehet szerezni, de meg is nézzük, házadobot nekünk. És még valamit szeretnék megpróbálni. Na nézzük, hogy áll ez. Hol vagy? Elszöktél? Na, elszökött, de ott van. Dobott már egyet.
Azt kiszedjük. Hová tűnt? Kis koboldunk elszökött. Na már itt ásott mindent össze-vissza. Itt van. Itt dolgozik nekünk. Úgyhogy el is szabadult. Na mindegy, ezt nem itt kellene megcsinálni, hanem máshol. Na mindegy. Egy koboldot utáztunk. Gyere ide. Megfogtuk? Nem. Ne szökj el. Erre visszamegy, nekem olyanokat ásolni nem kéne. Hogy majd. Ah, nem még van, meg. Mert meg van még kötve. Na, gyere. Illetve nem is kobold lesz, hanem Bob Goblin. Maradjál benne a lasszóba most, egyelőre nem majd csinálok neked valami helyet. Na. Így. És van már egy kobold, itt mintáztunk. Ezzel mit lehet csinálni? Hol van? Kobold, itt de azt itt van. Mire jó? Semmire így. Nugget. És ezt akartam hogy megcsinálni, csak hát ugye kell ez. Ez kéne a koboldite. Koboldite. Ja, igen, még valami, amit még nem mondtam el. Ugye vannak ezek a körök. Ezeket hogy kell csinálni? Van három színben. 74, mert itt a sárga az első. Fehér, lila, piros. Mondjuk ezeknek még így a szerepét nem igazán tudom. De, hogy kell ezeket megcsinálni? Itt vannak. Az elsőt már azt hiszem megcsináltam. Ezek az alapanyagok kellene. A másodikat már úgy kell, hogy kapunk azt hiszem 3 vagy 4 ilyen rituálcsárkot. Megcsináljuk ezt, a kettőt, akkor 2 ilyen csinálunk, akkor megvan az összes. Lilát úgy kell, hogy beledobunk egy rituált, egy enderpearlt, egy tírom kadeszt és egy netherwartot a witch cauldronba. Ezt pedig így kell megcsinálni. Így kaphatunk ilyen mérget, vagy nem tudom minek mondjam. A piros az már egyszerűbb, ahhoz csak egy ilyen csák kell. Blaze Powder és egy Nether Vault, és a Goldenhez pedig egy Gold Nugget, egy Mandrake Root és egy Ritual Chalk. Ennyi végül is. Hát nem tudom, hogy mit kéne most csinálnunk. Hogy szerintem lehet, hogy megnézem. Tombcrafthoz visszatérek. Ó, megint tele vagyok minden hülyeséggel. Ezeket bedobálom ide. Vagy most úgy tudom, hogy nem kellenek. A Nuflame, persze, azt kiszedtem, mert zavart. Mindig elnyelte, alakítgattam át a saplingeket, és mindig elnyelte. Lehet, hogy ezt már a múlt részben mutattam. Tin Ore, de jó. Már nem kell, mindegy, ezeket bedobálom ide. Na. Előkapjuk a mi Tombcraftos könyvünket, és szeretném megnézni ezt itt, hogy itt el tudok-e kezdeni valamit. Hát, sajnos nem. Akkor csináljuk meg ezt a Googles of Revealing cuccost, ahhoz nekünk kell még papír. Hát sajnos itt nincs, akkor itt visszatérünk ehhez. Nem papa, paper. Na azért. Sima papír, ezt így nem tudjuk. Hol van már sima recept? Na, csinálunk mondjuk 12 papírt. Kivesszük innen, még van benne. Még van egy kevés. És kiriszörcsöljük a Google of Revealing. Na! Ugye, aki még itt volt velem, az tudja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Akkor kezdjük el mondjuk. Úgy szerintem úgy lesz a legegyszerűbb, hogyha. Hol a szellem? Ha egy szellemet ide rakok, és megnézzük, hogy ehhez mi kell. De mondjuk a csont szellemhez kell. Igen. Így. Így.
Ahhoz még mi kell? Villám. Villám, akkor a villámot ide tesszük, ez össze is kapcsolódott. Na, nézzük, hogy a napocskánkhoz mi kell nekünk. Az kell olyan és olyan. Na, akkor kezdjük egy ilyennel. És vajon mi tartalmaz olyant, mondjuk a mótusz? Mótusz tartalmaz. Ugye? Ez. Ez így jó. Így, és a mótusz mit tartalmaz? Ezt, és ezt. Szóval akkor ez így jó kell legyen. És jó is. Megkaptuk a Google of Revealing. Google of Revealing receptjét. Nézzük is meg. Mi kell hozzá? Kell hozzá 4 bőr. 2 tahómométer kell. Akkor kell csinálnunk még tahómométert. Hát végülis ez nem nagy kunst. Üveg, arany. Mégis 2. Van-e üvegem? 2 üveg. 2, igen, égettem ki múltkor, 2 arany, meg 2, 4 sárt kell. Meg ebből van sok. Így. Hoppá. Akkor ezt most kivesszük innen egy elmenőre. Ah, de még. Miért nem? Aztán még 2 aranyat. Akkor visszatérünk ide. Elvileg lesz annyi alapanyagom. Mi kell üveg, hogy meg tudjam csinálni. Szóval ezeket ide rakjuk. Kell 4 bőr. Van-e bőröm vajon valahol? Kell legyen. Csak azt tudja, hogy hol. Ott is vannak sárdok. Van itt minden szemét. Ez rottan flash. Na mindegy, csináljunk. Ja, és meg szeretném mutatni valamit, amit még kimaradt. Látjátok? A mana poolba. Át tudok itt egy rotten flashből bört. És ez hogy lehetséges? Úgy, hogy csináltam egy ilyen alchemy katalisztet, amit úgy kell, hogy kell hozzá 4 living rock, 2 arany, egy mana pör középre, és két szélére két breathing stand. Na már most. Ezzel az a... What? Ah, mondjuk akkor beírjuk, hogy... Léna, és meglátjátok, hogy itt van. Ezzel a Mana Infusion-nel egy csomó mindent lehet. Lehetjátok 120 oldal. Növényeket átalakítani. Fákat. Így saplingeket, amit csináltam is. Glowstone-t.
Így, szóval sok mindent, látjátok, rengeteg recept van, halakat, magokat, rengeteg mindent lehet csinálni vele. Nagyon hasznos dolog, hogyha van elég manátok, hát most mondjuk olyan nagyon sok nincsen, de a földet is át tudjátok alakítani például. Na. Szóval kellett akkor ehhez még négy bőr, de most vissza, nem is kell, mindegy, nem is kell ide. Meg két arany, még mindig, és ott megint megnyílt valami. Kell gold. Hát, nem tudom miért jövök ide állandóan, amikor... Nem? Így? És elvileg így. Igen, csak hiányzik egy pár víz. Úgyhogy megyünk vadászni. Előkapjuk a másik szemüvegünket, illetve ilyen vigyónkat. Ja, de ha már megcsináltam előző részben, most elraktam a táskámba. Nem? Akkor hol van? Leraktam. Ha már megcsináltam jó pár résszel ezelőtt, nem olyan sok résszel ezelőtt, kettővel azt hiszem, a másik vendet. Hol van? Itt van. Akkor ezt is már töltögessük, ha már lehet. Ó, várjál. Csak. Ezt nem lehet. Ez sem, miért nem? Hát így azért, amit lehet, hogy megnézni. Nem sok minden, nem. És mit akartam? Én ezeket már megnéztem, jó? Akkor indulás. És nézzünk valami aurát, mert abból lehet a legjobbat. Legjobb cuccokat nyerni. De közben itt azért ugye a mobokat is lehet öldökölni. Mert azért gyűlik itt a... Oh, ne robbanjál nekem. Ott a másik. Jó. Gyűjtögetjük itt a dolgokat. Gyere már ide, hát. Gyűjtögetjük bele a cuccot. Meg azért nézelődünk. Enderment. Jó. Kellene a kard. Is. Lehet, hogyha már ide jöttek komolyan. Ha már ennyire meg akar halni, akkor nem vagyok semmi rosszat az elrontója. Nyugodtan jöhet halni. Menj már, adj! Aj! Milyen guba van rajta? Aj! Ami nem lövöldöttem. Közben gyűjtjük a viszeket. Enderment kinyírjuk. Gyere! Sokan vagytok most már Enderben. Így. Ó! Legjobb. Ami történhet ez velünk. Obelisk. És aura. Remek. Kiszívjuk belőle a rosszaságot. Minden. Azokat nem lát. Hát lehet azokat is. És nem tudom, hogy vinni tudjuk-e már. Szerintem vinni még nem tudjuk akkor. Akkor még vinni nem tudjuk a aurát. Elvileg van egy olyan kísérleti módszer, amivel... Amit, hogyha kikísérletezünk, akkor tudjuk vinni az aurát.
De nem tudom, hogy melyik az. Egyelőre, illetve most nem megyek oda, hogy megnézzem. Úgyhogy most csak így gyűjtök némi. Viszt. Kéne keresni még egy aurát, mert azok aztán tényleg jól adják a... Hát egy goblin. Ezekkel se lehet üzletelni olyan. Ezekkel lehet elvileg üzletelni is, de nem. Ezekkel szerintem ezek valamiért megorroltak rám, lehet, hogy azért, aki emlékszik, azért, mert megöltem egy-két bossit, illetve kettőt. Megöltem két bossit, még valamelyik részben. És lehet, hogy ez nekik nem tetszett. Azok jó bossik voltak. Gyertek, gyertek! Merre lehet még itt aura? Ez mi? Tüzet nem lehet. Ó, itt egy mindig kipakolunk. Tele vagyok minden hülyeséggel. Még most egyelőre ezeket ide bedobálom. De a papírt azt nem. Ég az erdő, ég. Na. Ezeket is leszken. A glowstone megvan már. Az is. Az is megvan most már. Na. Nézzük, mi van a belsejébe. Aj. Ó, nem fog meghalni. Ezeket elrakjuk. Jó, jönnek ezek még. És megyünk tovább. Hogy tök? Ó, majdnem meghaltam azért. Tököt is leanalizáltuk. És menjünk, keressünk tovább. Aurát. Mert én azt szeretnék szkennelni. Ott van egy. Vagy. Nézzük, mit tartalmaz. Hát ez csak egy egyszerű terrát. Hát nem is sok volt benne. De ebben viszont tudunk tölteni bőven. Na, terrából megvan az 50. És hát nem fogom szétütni most még, mert azért csak jó aura. Hát ez a baj, hogy most a közelben biztos, hogy nem lesz másik. Jó. Ne dobálózz. De viszont megölhetlek. Hol vagy? Elbújtál a fa mögé? Meg szeretnél halni? Opa. Ne bújj el! Ne menj el! Így. Stick. Na, akkor megyünk még aura vadászatra. Mondjuk ezeket is, nem, ezt már beszkenneltem le. Már beszkenneltem. Most se lehet, szólt is. Most se lehet. Jó, hát akkor továbbiakban is vadászunk. Nem tudom, hogy itt magaslati dolgok között nem lehet aura. És az a baj ugye, hogy megint nappal van. És így kicsit nehezebben lehet látni az aurákat. Mindegy, így elröpködök, mindegy, ezt is beszkennelem. Nem. És azt. Ezt meg már beszkenneltem. Send, azt is már gondolja, az ilyen, ez egy loaded send, de hát ezt szerintem nem lehet. Na, mindegy. Ha már itt járok,
akkor elmegyek a, nem is olyan közel van, szerintem közelebb van. Elrepülök oda az érdekes árukhoz, amit egyszerűen bejelöltem, hogy érdekes áru. És megnézem, mik azok az érdekes áruk ott. Mert már nem emlékszem rá. És közben hát, ha találok a urát. Jó lenne, hogyha legalább világítom. Na, ez oak. Pirka. Az sem lehet. Na. Nem baj. Nem baj, nem baj. Hát, ha lesz, aura. Megint ég az erdő. Oh. Oh, vannak. Azt a Charged Creepert, ezt massza beszkennelt. Az a baj, hogy most elégett az, ami nála volt. Na, az egy aura, most csak valami. Na, innen menjünk már, nincs messze. Közben így leskelődünk. Biztos, hogy elhagyok majd olyat, amit ti lehet észrevesztek, én meg nem. De hát ez ilyen ez a játék. Lávát beszkenneltem már. Besa lehet. Na, itt vagyok az érdekes áruknál. Ezt azért jelöltem be, mert nem is tudom, itt van egy árus, amely érdekes árukat árulhat. Vajon miért jelöltem be ezt? Na. És azt hiszem, hogy apotékai, ahol van gomba, azt hiszem, azért jelöltem be, mert olyan árut árul, ami most lehet, hogy kell is nekem. Azt hiszem, ez az. Igen, ez a méhes. Ez a blacksmith-es. Farmer, ezek annyira nem érdekesek. De ettől már vásároltam is, ahogy mondtam. Ez csak egy citrusfát álló lumberjack. Ő. Na. Ő tinkerer. Ő adja a bokrokat. Ez mi? Large. Érdekesek a textúrák. Ő is egy lumberjack. Ja igen, itt vannak. Ezek pollenek, ezeket majd. Itt ez a méhész. Itt vannak, ez is, ez az, ez farmer. Volt itt valahol egy tényleg érdekes kereskedő. Aki jó kis tudcsokat árult. Én nem azt mondom, kifosztottam. De most nem tudom, melyik az. Az. Könyvtáros, ez csak papírérad. Farmerokat már néztem. Aha, itt van. Ez az. Na. Ez a Miss Craftos. Ő az? Valami blacksmith. Igen, itt lehet csinálni Miscraftos dolgokat, de hát ez most még egyelőre. Nekünk még kicsit távoli, de nem tudom, hol az árusa. Az lenne az. Ez a Beekeeper, nem ám lehessen nekem. Tinkerer, Lumberjack, akkor nem tudom, hol van. Na jó, adjuk. Ő? Apotéker. Aha. Lehet. Olyan. Holnap az.
Na, kivágom neked, hogy ki tudjál jönni. Csak már remélem, hogy tudsz jönni. Annyi? Ennyi már, na végre. És akkor most vissza, ez nem az, ez. Mit keresel egy zombi? Na jó. Ő lenne a Miss Craftos. Spawnol. Nem tudom, hova tűnt a Miss Craftos. Blacksmith. Hát eltűnt a Miss Craftosunk, pedig tőle tudnánk vásárolni. Olyan dolgokat azt hiszem. Na de. Akkor irány haza. És hát, ha még útközben találunk valami érdekeset. Hú, ilyen havas itt minden. Hát, ha találunk még aurát. Meg bízok benne, hogy elég lesz az, ami van, hogyha nem találunk. Ó, megy le a nap. Most már talán jobban fogjuk látni az aurákat is. Bízok benne. Bobok már vannak. Az volt mi? Ja, sem. Megint csak egy kigyulladt rész. Potyognak a meteorok. Minden, ami csak lehet. Na jó. Majd már most még kell rám jönni. Azért, mert kinyírtam a társaitokat. Azért kell rám jönni. Nem hiszem el. Na gyertek! Gyertek! Na! Adjatok nekem! Nodot, nem nodot. Nem tudom felvenni, mert vagyok. Mi ez? Great food log. Ez inkább kell. Meg az inkább, jó. Na home. Igen. Póke. Na. Közben nézelődjünk ám. Ott is van. Jó, hogy megnéztük. Na, ez milyen lehet? Ó, van Ordo Aqua Fire. Remek. Töltsünk mindenből egy kicsit. Illetve sokat, attól függ, mennyi kell. Jó, ez tele van. Maradékot pedig ebbe. Jó, ezt az aurát teljesen kifosztottuk, de itt már csak az a rohadt piros kéne, tehát mobokat kell ölni mindenképpen, mert azok adják igazából azt a piros cuccost. Ne robbanj itt nekem. Na, merre haza, merre haza. Hát azért még nézelődünk közben. És egy endelmen. Nézzünk, mert hátra találunk ilyen pirosat. Ott is egy aura, de szerintem ezt már kivafosztottam. Igen. Igen. Jó, ez tele van. Ó, oldóból meg fér ide. Kész. Jó, akkor már csak a piros végül is. Már csak a piros, tehát mobot. Ó. Mobot kell ölnünk. Elvileg a piros a mobokból van. Gyertek, újra egy boss is. Gyertek, halljatok meg a kedvemért. Hol a bossi? Hallottam, hogy dobálózott. Itt is látok egyet. Hány HP-d van neked. Na mindegy, arra még vannak mobok. Ott is van.
nem igazán tölti. Azaz, ott a piros, hol a piros? Lehet, hogy azért, mert ebbe tölti előbb. Most ezt. Ezt egy kicsit félre rakom. Hogy ebbe töltödjön először is. Valami megint tele van. Belementem abba a hülye gombába. Nincs valami, nincs mi. Ah, itt egy aura. Ebbe kettő is van. Gyere. Ezt a fát ki kéne vágjam. Hol vagy? Ne menekülj akkor el. Akkor miért menekülsz már? Ez endoframe, nem? Nem lehet endoframe már. És miért kell... És neked is miért kell majd köcsögösködnöd? Gyere ide. Na. Hagyjatok most már érvényesülni. Kettő aura is van. Ott is van egy. Hát ez a baj, hogy ebben... Hallottalak ám. Ebben nincs olyan. Jó, ebből tudtam, lehet ennyi. Vagy ennyi. Van, ennyi. Akkor ezt most visszarakjuk. És ezt a... Ezt nem lehet, hogy kiszedni belőle. Anélkül, hogy meg semmisülne az egész. Az a baj, hogy ezzel vágom ki. Ezzel vágom ki, akkor tudja, hogy meg semmisül. Nem tudom, hogy lehet kiszedni az aurát belőle úgy. Meglátjuk hát. Benn maradt. Jó. És igazából jó. Ops, ez marad itt. Igazából... Leesett vagy? Jó. Igazából nekünk az kell. Ez az. Ez az. Jó. Ennyi. Nézzük a másikból még. Hiányzik-e valami? Egy. Egy. Hát akkor. Sajnálom. Jó. Nézzünk még. Van még itt esetleg Silverwood. Vagy. Itt van, és abban van is aura. Abban van egy, de ott fönt. Ez jó aurának nézem. Olyan kéne, amiben piros is van. Ebben nincs. Mégis nem minden Silverwoodban van. De mindegyikben lehet. Van esetleg itt még abban az erdőben van aura. Na. Jó, van már elég XP-nk is. Jó, szerintem most egyelőre elég ez. Még azt megnézem, de szerintem abban sincs. Nincs. Ez is robbant van. Szerintem itt most nincs több aura. Ah, itt van még egy, de ez már ki van. Ja, ez már ki van most érzve. Itt a közelben az a baj, ki van. Ott is van egy. Ezt még lehet, hogy ki lehetne.
Mindegy, azt majd megnézem. Ja, most pont ez van mi. 20-15, jó, az elég végül is. Na. Kivágjuk még ezt a Silver Woodot. Megnézzük, hogy ez az aura milyen, mit tartalmaz. Jó, ne lőnék, szíves. Most már lőhetsz, most már is öllek. Jó. Van benne. Nincs. Hát sajnos ez se tartalmaz olyat, ami nekünk kell. Majd mindig bele. Na. Így. Gyűjtsünk még. Sapling nincs. Akkor menjünk haza. Közel van a home. És ismét nézelődünk közben. Hát, ha mégis bukkanunk aurára, amit esetleg még nem találtunk meg. Annyira nem létszükséges már, de... mi van itt? Parti? A másik. Vannak azért még itt mobok. Akadhat még itt piros aura, illetve nod, illetve visz. Harmadszor csak ki tudtam mondani. Jó volt ez a hang. Nem se tudja. Ebben van 16, ebben 22. Mégis csak az hiányzik. No de, nem használjuk el a nagyot, a kicsiből megcsináljuk a cuccunkat. Kutyáim meg vannak, jó van, nem tudom. Nem foglalkoznék velük. Na, tehát. Rakjuk, és már is meg tudjuk csinálni a szemüveget, amivel elvileg jobban látjuk az aurát, vagy mi lehet a titka. Vis discount. Aha. Szóval így nincs. Ja, ez a veszteség lehet. Mennyi a veszteség? Szerintem. Ez a discount, nem? És viszont látjuk vele az aurát, most nézem. De jó. Jó messziről. Ráadásul. Azt nem is tudtam, hogy itt van. Hát ebben most nem lehet. Ez viszont. De akkor tudtam, hogy van. Ez jó, mert jó messziről meglátni az aurát vele, főleg éjjel. Átvilágít mindenem. Hát mindenem nem, de sokkal jobban lehet vele látni, mint ezzel a tauométerrel. De, ami a lényeg. Ugye nekünk van egy ilyen cuccunk. Ilyen armor szettünk. Amiről most leszettem ugyan a nadrágot. Mert nem kellett. De... de van nekünk egy ilyen Dark Armor szettünk, aminek a sisakjához ezt a szemüveget hozzá lehet varázsolni, és már nem is kell külön venni, hanem ezzel együtt ugyanúgy látjuk majd az aurát, és látjuk ott is van. Ez nekünk pluszban hasznos dolog volt, megértem, hogy megcsináltuk. És én úgy gondolom, amit ide letettem,
nadrágot, azt fel fogom venni, mert azt hiszem ide raktam be tölteni valamelyikbe. Na, kivettem onnan. Nem, itt van. Igazából csak a speed van rajta, ami lényeges. Más olyan upgrade-et nem láttam rajta, úgyhogy szerintem inkább ezt fogom használni. És erről rakok rá maximum még dolgokat, de egyelőre ez elég, mert az a speed mellett nagyon hamar lemerült, hogy rohangáltam meg ilyesmi, és hamar levette az áramot. Na jó, gyerekek, ennyi volt ez a videó, most ahhoz képest, hogy nem tudtam mit akarok csinálni, ahhoz képest csináltam valamit. Na jó, majd legközelebb valahonnan folytatom, nem tudom. Addig is, sziasztok!